Bozsedirán és Babunszki fognak lejönni. És Neofitidis, de közben ott a gól. Miközben én azt néztem, hogy kik jönnek majd cserébe, de gyakorlatilag valószínűleg le tudja zárni a Debrecen ezt a mérkőzést. Bárány, aki csereként állt be, 2-0-ra módosítja az állást. Na nézzük, egy villámgyorsan elvégzett szabadrugás, és két védő is ott van, ott sikerül továbbvinni. Két védő sem tudja elfejelni a labdát, és aztán Bárány köszönte szépen. Megint egy abszolút elkerülhető gólt kapott az Zalaegerszeg. Azért Babunszkit említsük meg, pont ő jött volna egyébként le, meg le is fog jönni. Ő fejelte tovább a labdát, Bárány pedig be is tudta fejezni. 2-0 tehát.